Köszöntök mindenkit a Judit Bálint Handicraft csatornáján. Ebben a videómban egy újabb patchwork blokkal ismertetlek meg benneteket, a Log Cabin blokkal. Tehát ez a videó a foltvarrás nem csak profi foltvarróknak sorozatom egy következő része, melyben a Log Cabin vagy házikó technikával ismerkedhettek meg. Bemutatom, hogyan készítünk el egy ilyen blokkot. A Log Cabin vagy házikó blokk rendkívül egyszerű és nagyon vidám blokk. Kezdők számára is ajánlom, mindazoknak, akik tudnak egyenesen varni, és ismerik a negyed incs varrásszélesség szabályát, és tudják is azt alkalmazni. A negyed incs varrásszélességről olvashatsz a leírásban a linkre kattintva a blogomban. Ez a link a blogomra visz el, ahol egy leírást olvashatsz a negyed incs varrásszélességről. Nézzük meg, ugye amiről most beszélünk, itt látható ez a Log Cabin blog, amely nagyon különleges, nagyon szép, könnyen elkészíthető, és nagyon vidám készítése, a készítés során egyszerű kezdők számára is ajánlott. Mire van szükségünk, hogyha Log Cabin blokkot szeretnénk készíteni? Amire szükségünk van, az látjuk ugye, hogy ez a blokk különféle anyag csíkokból, anyagdarabokból, anyagcsíkokból épül fel, tehát amire szükségünk van, azok az anyag csíkok, amelyek ugye itt láthatjuk azokat a csíkokat, amelyeket én ebben a blogomban használtam. Szükség van még ezen kívül varrógépre. Szükségünk van természetesen cérnára. Nagyon fontos, hogy Log Cabin blokkok esetében szükségünk van vasalóra és vasalódeszkára, és szükségünk van ollóra, vonalzóra és körkésre, valamint ugye vágólapra, amelyen vágjuk az anyagot, esetleg szükségünk van még, főleg kezdőknél, gombostűre, amelyet használhatunk az anyagok összetűzésére a varrás során. Nézzük, mielőtt elkezdenénk magáról a blogról beszélni, milyen tippeket adnék én kezdők számára. Az a tippem, amit szeretnék adni, az arra vonatkozik, hogyan vágjuk le a csíkokat. Ugye ehhez a méréshez használjunk patchwork vonalzót, amin ugye látjuk, hogy be vannak jelölve az incsek, ugye látjuk itt fél incs, negyed incs, fél incs, egy incs, és egészen megy ez 10 incsig ezen a vonalzón, mert ugye ez egy 10x10 incses vonalzó. Hogyha az anyagunkra ráhelyezzük a megfelelő vastagságra, tehát ez esetben például 2 incs vastagságra, vagy akár 2,5 incs vastagságra. Én ebben a blogban 1,5 incs és 2,5 incs vastag anyagokat használtam, tehát például, ha elhelyezzük 2,5 incsre, ugye látom itt az anyagunkon, és utána szépen levágjuk a körkésünkkel. Jobbkezesek esetében, balkezesek esetében ugye helyezhetjük ezt a másik irányban, és így vágjuk le a kívánt méretű anyagot, tehát nem kell méregetnünk, ceruzával bejelölnünk, és utána úgy levágnunk, vonalat húznunk egyéb, hanem egyszerűen használjuk a patchwork vonalzónkat a mérésre és a vágásra is. Nézzük akkor, hogy hogyan épül fel
a blokkabin blokkunk, mit tudunk elmondani erről a blokkról. Hogyha ránézünk a blokkra, akkor azt látjuk, hogy ugye van egy központi elemünk, ez a központi elem vagy kiinduló elem egy négyzet, amelynek a mérete, azt mi választjuk meg, attól függően, hogy milyen nagy blokkot szeretnénk készíteni. Ugye itt én most egy 2x2 incses kis négyzetet választottam, és fogok használni a varrás során, amely köré fogom varni tulajdonképpen a csíkjaimat. Tehát a központi elemnek egy általunk választott méretű négyzetre van szükségünk, valamint körülötte pedig különböző vastagságú, vagy azonos vastagságú, különböző színű, különböző mintájú csíkokat, anyagcsíkokat használunk. A csíkokról kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy megvásároljuk a boltban kapható úgynevezett jelly rollokat. Ezek hosszú csíkok, méghozzá 40 darab 2,5 incses vastagságú és 42 incs hosszúságú csíkot tartalmaznak ezek a jelly rollok, amelyek színben és mintázatban harmonizálnak egymással, és kiváló lehetőségek lokkabin blokkok készítésére. Online shopokban megvásárolhatjuk őket különböző színekben, mintákban, amilyen színvilágot, mintavilágot szeretnénk mi magunknak. Természetesen ebben az esetben nem kell vágnunk anyagokat, mert adottak az anyagok, hogyha olyan lokkabin blokkot szeretnénk készíteni, ahol 2,5 incses anyagokat szeretnénk használni, akkor akár csak veszünk egy jelly rollt, és azt használjuk fel a munkánk során. Van azonban arra is lehetőség, hogy mi magunk készítünk csíkokat, sőt, ugye ez nagyon praktikus abban az esetben, hogyha sok otthon megmaradt anyagunk van, tehát nagyobb anyagokból készített projektjeinkből megmaradtak anyagdarabok, amelyeket akár másfél, akár kettő, akár 2,5 incses szélességre levághatunk, és ezeket is használhatjuk a lokkabin blokkunkhoz. A csíkok nem kell, hogy azonos méretűek legyenek az egyes blokkokban. Látjuk itt az általam készített blokkban is, hogy kétféle méretet használtam. Egyrészt használtam másfél incs szélességű csíkokat, másrészt használtam 2,5 incs szélességű csíkokat. Három színű és mintázatú anyagot használtam a lokkabin blokkom elkészítése során. Egyrészt egy egyszínű halványkék vászon anyagot, másrészt pedig használtam egy kék kisvirágmintás anyagot, valamint egy zöld kisvirágmintás anyagot. A csíkoknál van arra is lehetőségünk, hogy előre levágjuk a csíkjainkat a megfelelő méretre. Itt ugye arra kell figyelnünk, hogy ahogy épül, ahogy bővül a lokkabin blokkunk, ugye ahogy elindulunk a központi elemtől és az óramutató járásával megegyezően építjük fel a blokkunkat, úgy egyre nagyobb anyagdarabokra van szükségünk, tehát arra kell figyelnünk, hogyha például veszünk egy 2x2 incses közép négyzetet, és utána 2 incses csíkokkal szeretnénk körbe varni és készíteni a lokkabinunkat, akkor arra kell figyelni, hogy ugye az első csíkunk az 2x2 incs nagyságú lesz, a következő csíkunk már ugye bővülni fog
egy másfél incsel, ugye, tehát az azt jelenti, hogy 2x3,5 incs nagyságú lesz, ugyanis ugye itt arra kell figyelnünk már, hogy hozzáadódik a központi négyzetünkhöz a már felvart első csíkunk, és ezzel együtt fogjuk varni a következőt, ami ugye volt egyszer 2x2 incsünk a négyzetünk, a központi négyzetünk 2x2 incsünk az első csíkunk, de a varrás miatt egy fél incset elveszítünk, tehát a következő darabunk az 2x3,5 incs nagyságú lesz. Erre figyelnünk kell, hogy a csíkokat úgy vágjuk le, hogy egyre nagyobbak lesznek. Kezdőszinten azonban sokkal inkább ajánlom azt a technikát, amelyet majd én is mutatni fogok itt a videó során, hogy először a csíkokat, hosszú csíkokat vágunk le a megfelelő szélességben az anyagunkból, nem mérjük le, hanem amilyen hosszú csíkot csak tudunk, olyan hosszú csíkokat vágunk le a megfelelő kiválasztott anyagunkból a megfelelő szélességben, és a varrás során mindig a felvarrás után levágjuk azt az anyagrészt, amit túlér a blokkunkon, tehát a blokkban megadott és összevart részen. Ebben az esetben ugyanis nem fordul az elő, hogy túlzottan kicsi lett a darabunk, és akkor most mit csináljak, mert ebben az esetben rögtön el fogok veszíteni az egyik csíkom méretéből, vastagságából, ami már át fogja alakítani a blokkomat, tehát sokkal jobb, ha kezdőszinten nem vágjuk le előre az anyagokat, hanem szépen meghagyjuk egészen hosszúnak, és akkor abból vágjuk le a megfelelő méretet egészen addig, ameddig ez elegendő. Nézzük akkor, hogy hogyan kezdjük el a lókabin blokkunkat készíteni. Amire még felhívom a figyelmet, az az, hogy lókabin blokk vagy házikó technikájú blokk esetében minden esetben szükség van arra, hogy az egyes csíkok felvarrása után megvasaljuk az anyagunkat, ugyanis ebben az esetben szépen kisimul, és könnyedén tudjuk a következő csíkot felvarni, tehát minden esetben szükségünk van vasalóra és vasalódeszkára, valamint a lókabinnál arra is figyelnünk kell, hogy ne veszítsük el ugye az irányunkat, tehát ezért például, amikor elkezdjük felépíteni a lókabinunkat, akkor kezdő varrók esetében, foltvarrók esetében ajánlott a középső blokkba, tehát ebbe a középső háromszögünkbe esetleg egy pint tenni, tehát egy gombos tűt tenni, amelynek az iránya megmutatja számunkra, hogy hogyan követik egymást az egyes csíkok, segít nekünk abban, hogy hogyan varjuk fel, sorrendben, tehát milyen sorrendben varjuk fel az egyes csíkokat. Tehát az általam készített blokkban én először két csíkban másfél incses, egyszínű halványkék anyagot fogok használni, majd utána pedig 1-1, 2,5 incs vastagságú virágmintás anyagot fogok felvarni, és mindezekből 3-3 darabot, tehát minden oldalon, ha megfigyeljük, 3-3 csíkunk van, ez adja ki a blokkunkat, amely az én esetemben 11,3x11,1 incses, de természetesen utána ezt levághatom 10x10 incsesre, vagy például, hogyha a középső háromszöget kicsit nagyobbra készítem, akkor kiadhat számomra egy 12x12 incses darabot is.
Tehát nézzük akkor, hogy hogyan készítjük a lokkabin blokkunkat. Tehát először is ugye levágjuk a megfelelő méretű központi négyzetünket, amelynek a közepére tehetünk egy pint, de természetesen ez nem kötelező, ahogy szeretnénk. És utána levágjuk a különféle csíkokat, tehát annak megfelelően, hogy milyen vastagságú csíkokat szeretnénk, ezek lehetnek azonos méretű csíkok, akár 2,5 inch vastagságúak, vagy lehetnek, mint most az esetünkben, eltérőek, egyrészt 1,5 inch vastagságúak, másrészt 2,5 inch vastagságúak. Miután levágtuk a csíkokat, elkezdjük felvarni a központi négyzetünk köré az egyes csíkokat. Vesszük az első csíkunkat, amit ráhelyezünk színével, ugye összefordítva a központi négyzetem jobb oldalára, és összeillesztem a széleket, és itt a jobb oldalon fogom összevarni 1/4 inch varrás szélességet alkalmazva a két anyagot.